Program 2023-ban is megrendezik a Városnapját, évértékelés, állománygyűlést tartott az Atomix Kft. Rendészeti üzletága, vihar, természetkedvelőknek köszönhetően javították ki a károkat a tavaszi hérics tanösvényen. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. 2023-ban is megtartják a Városnapját, amelyen a sztár fellépő, Bájalex és a Slep lesz, jelentette be Szabó Péter Paks polgármestere. Az esemény hosszú ideje hagyomány, a program részeként ezúttal is lesz főzőverseny és felvonulás is. Ezekre a programokra már jelentkezhetnek a civil szervezetek, illetve a cégek. A dokumentumok letölthetőek a paks.hu oldalról. 25 csapat dolgozott a Gagarin utcai zöldövezetben. A Városnapi halászléfőző verseny 2022-ben nagy népszerűségnek örvendett. Idén is megmérettethetik főzőtudásukat a jelentkezők, ugyanis 2023-ban szintén megtartják a Városnapját, jelentette be Szabó Péter. Paks polgármestere kiemelte, a gazdasági nehézségek ellenére megrendezik a hagyományos eseményt az Atomtéren. Volt olyan időszak sajnos az elmúlt években, vagy volt olyan év, amikor nem májusban tudtuk megtartani, itt gondolok a koronavírus járványra, hanem szeptemberben tudtuk csak megtartani, de mindig törekszünk arra, hogy ezt a nagy, méltán népszerű eseményt minden évben megtartsuk. Nem lesz ez másként idén sem, a gazdasági nehézségek ellenére idén is megrendezésre kerül a Városnapja, méghozzá a szokásos időpontban, tehát májusban, május 20-án kerül sor a Városnapjára. A korábbi évekhez hasonlóan most is színpadi produkciók, előadások színesítik majd a rendezvényt. Az est folyamán sztárvendég is fellép. A fő fellépő az idén Bájalex és a Slep zenekar lesz. Én azt gondolom, hogy ők majd a Városnapjának a végét, az estet, azt szerintem nagyon jó hangulatúvá fogják majd varázsolni, és hát egy nagyon jó koncertben lesz részünk. A halászléfőző versenyen kívül a hagyományos felvonulás sem marad el. Ezekre a programokra már lehet jelentkezni a civil szervezeteknek, illetve a cégeknek. A dokumentumok elkészültek és letölthetőek a paks.hu oldalról. Várjuk civil szervezetek jelentkezését, és amit még mindenképpen elmondanék, hogy a városi honlapról letölthetők azok a jelentkezési lapok, amikkel regisztrálni kell, illetve szükséges ahhoz, hogy megfelelő módon és körülmények között tudjuk szervezni a rendezvényt. A eszközigényeket, illetve a részvételi szándékukat 4.-8.-áig kell elküldeni az e-mail címünkre, illetve a halfőzőversenyre, illetve a felvonulásra 5.-8.-áig, tehát májusunk 8.-áig kell regisztrálni. A Városnapi részletes programról hamarosan további tájékoztatást ad a polgármesteri hivatal. Megtartott a hagyományos évértékelő állománygyűlését az Atomix Kft. Rendészeti üzletága. Dr. Péger János rendészeti üzletág vezető tájékoztatása szerint mind a fegyveres biztonsági őrség, mind pedig a biztonsági szolgálat sikeresen teljesítette a feladatokat. Az állománygyűlésen elhangzottak a 2023-ra vonatkozó tervek, továbbá a rendészeti üzletág vezetői elismerték a jubiláló munkatársakat. A létrán felmásztak, a szöges dróton átbújtak, így jutottak be fegyveresek az atomerőmű üzemi területére tavaly november végén. Ezeket a jeleneteket egy gyakorlaton rögzítették a kamerák. A felvételeken jól látszik, hogy szinte azonnal reagáltak a létesítmény fegyveres biztonsági őrei. A szimulációban két helyen összesen 5 behatolót hatástalanítottak sikerrel. A résztvevő hatóságok sikeresnek ítélték meg ezt a gyakorlatot, hogy sikerült a támadókat felszámolni és a behatolást megakadályozni. A jeleneteket az Atomix Kft. Rendészeti üzletágának évértékelő állománygyűlésén tekinthették meg a résztvevők. A fő feladat tavaly is az volt, hogy a létesítmény megfelelő védelmére képesek legyenek. A programon a rendészeti üzletág vezetője sikeresnek értékelte a 2022-es évet. Remélem, hogy jó kezekben volt az atomerőmű. Ez is egy nagyon dinamikus év volt számunkra. Az év elejét még a pandémia határozta meg, azt követően pedig visszarendeződtünk egy normál működés mellé, és folytattuk azokat a feladatainkat, amit az előző években elhalasztottunk emiatt.
Tavaly a rendészeti üzletág munkatársai összesen 110 alkalommal vettek részt oktatási napokon, vezetéstechnikai és pszichológiai tréningeket is teljesítettek. A fegyveres biztonsági őrök kimagasló teljesítményt nyújtottak a Ludovika arénában megrendezett országos szakmai versenyen. 2022. októberében az elsőtől egészen a negyedikig tartó helyezéseket szerezték meg a paksiak, ráadásul a legjobb női csapat külön díjat is elhozták a hölgyek. Ez a szervezet jelentős szakmai fejlődési pályát futott be, és a kezdeti gyerekbetegségek leküzdése után azt gondolom, hogy a szakmai fejlődés szintjén jelentős eredményeket sikerült elérni. Ez legnagyobb örömünkre az OAH ellenőrzések eredményeiben is, illetve a hatósági ellenőrzések eredményeiben is tükröződik, illetve az FBO versenyeknek az eredményeiben is ezt látjuk visszaköszönni. Ezt mondta az állománygyűlésen az Atomix Kft. Ügyvezetője. A pandémia óta most először adódott lehetőség a program megrendezésére. A jubiláló kollégák ezúttal is elismerést kaptak, az év fegyveres biztonsági őre díjat pedig Régi Dominik vehette át. A paksi Vakbottyán gimnázium volt az első állomása a Dirty Slipper zenekar idei suli turné program sorozatának február 24-én. A nemzetközileg is ismert zenekar 2011 óta járja az országot koncertjével és prevenciós előadásával. Céljuk, hogy a középiskolás korosztály figyelmét felhívják a drog, az alkohol és a HPV vírus veszélyeire. A Vakbottyán gimnázium tornatermében gyűltek össze azok, a főként 10-11. Osztályos diákok, akik február 24-én meghallgathatták a Dirty Slipper zenekar koncertjét és rövid prevenciós előadását. Az intézmény nagy hangsúlyt fordít a drog- és alkoholfüggőség, valamint egyes betegségek megelőzésére, ám nem mindegy, a diákok tájékoztatása hogyan történik. Nagyon sokszor hívjuk ki a rendőrség szakértőit ebben a témában, elsősorban onnan szoktunk segítséget kérni, de ugyanígy a védőnő is tart előadásokat, viszont a gyerekeken azt látjuk, hogy néha ez már olyan kicsit megszokottá válik, és éppen ezért nincs igazán figyelemfelkeltő hatása, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy igénybe vennénk most ezt a felajánlkozást, hiszen végül is egy könnyűzenei koncerttel összekötött drogprevencióról van most szó. A zenekar Zomborka Zoltánt, a Paks FM zenei szerkesztőjét kereste meg azzal, szívesen jönnének Paksra. A szerkesztő is fontosnak tartja a drogprevenciót. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején, amikor nagyon fiatal voltam, akkor én is kipróbáltam, tehát tudom, hogy miről beszélünk igazából, és pont ezért tartom fontosnak a megelőzést is. Itt most leginkább a kábítószerre gondolok. Már nyilván sokaknak talán eszükbe se jut, de hogy gyakorlatilag az alkohol és a dohányzás is ebbe a kategóriába tartozik. De hát nyilván senki sem szent, és azért egy-egy pohár sört vagy bort azért csak megiszunk. De minden esetre nagyon fontosnak tartom, és ha lehet, akkor teszek is ez ügyben. A Dirty Slippers Paksra szervezése is egy ilyen tett volt. A zenekar írta meg felkérésre az Élned kell című dalt, amely a magyarországi HPV és méhnyakrák elleni küzdelemnek a hivatalos, slágerlistás reklámdala lett. Ezt kevésnek találták azonban a hatékony prevencióhoz, ezért 2011-ben létrehozták a suli turné programot. Ennek a programnak az ereje pont az, ami a szerencsétlensége, hogy kicsit egészségügyi, kicsit kulturális, kicsit pedagógia is, de igazából egyik kategóriában sem lehet szűken egyébként szerintem belemérni. Ugye az egész az onnan indul, hogy játszunk egy 30 perces koncertet, amivel nyilván így, hogy 20-30 éves tagokból álló zenekar vagyunk, ezáltal közelebb éreznek magukhoz a fiatalok minket. Ezzel megszólítjuk őket, adunk nekik egy kellemes hangulatú, tombolós koncertet, amennyire az iskolák vezetősége ezt persze engedi, és utána tartunk egy körülbelül negyed órás prevenciós előadást a drog, az alkohol, a HPV és a méhnyakrák veszélyeiből. Lobó Szalóki Lázár szerint nagyon pozitív tapasztalatokkal zárulnak programjaik, várólistájukon megközelítőleg másfél száz iskola szerepel.
Tavasszal is folytatódnak a színházi előadások. A Csengei Dénes Kulturális Központban március 2-án a Domján Edit bérlet keretében a Párbeszéd Sötétben című Pilinszky János és Csóri Sándor életműve alapján készült koncertszínházat tekintheti meg a közönség. A Móricz bérlet negyedik előadása március 13-án az Orlai produkció Jaj Nagyi című komédiája lesz. Egy héttel később a Latinovics bérlet negyedik előadása Szakonyi Károly Adáshiba című kétrészes komédiája lesz. Ezt a Játékszín és a Vörösmarty Színház mutatja be. Kidőlt fa, leszakadt ágak, kettéhasadt tábla jelezte február elején a viharos szél erejét Dunakömlődön. Hatalmas károkat okozott szerte az országban az orkán erejű szél. A tavaszi Hérics tanösvény egyik tábláját is megrongálta a vihar. A megsérült tetőt rövid időn belül sikerült helyreállítani a természetkedvelők összefogásának köszönhetően. Tehát látszik azt, hogy ez már egy teljesen elkorhat, elhalt fa, mert hogyha ide belenyúlok, akkor így le tudom törni. Tehát ez nem véletlenül borult ki. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga Közhasznú Egyesület tagja azt az elkorhat több mint 30 éves fát mutatja, amely rádölt a dunakömlődi tavaszi Hérics eltanösvény egyik táblájára. Sáfrány Szilvia azt mondta, a harkályok által fúrt odúk a fa kérgén megjelenő taplógombák is jelezték a növény korát és rossz állapotát. Az eset még február elején történt, amikor orkán erejű szél tombolt az egész országban. A nézőnktől kapott felvételeken jól látszik, mekkora kárt okozott a vihar Dunakömlődön. Az itt lakó kollégánktól tudtuk meg, hogy ilyen kár érte a táblát is, hiszen az egész országban mindenhol hatalmas nagy károkat okozott. Hát álmunkban nem gondoltuk volna, hogy így járunk. Ugye ez egy pályázatból elkészült, frissen átadott tanösvény. A megsérült tábla helyreállítására már nem maradt forrás a tanösvény kialakítását követően, ezért az egyesület vezetői a természetkedvelők segítségét kérték. Amikor értesültünk erről az eseményről, akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy honnan lesz erre pénzünk, mert hogy a pályázati forrásból nem különítettünk el érthető okokból erre keretet, és majd jutottunk, hogy a közösségi médián keresztül a közösséghez fordulunk, természet szerető emberekhez fordulunk, hogy segítsenek a tábla helyreállításában. Nagy örömünkre szolgált, hogy hamarosan össze is jött a 1-2000 forintokból az összeg, amiből helyre tudtuk állítani a táblát. A tavaszi Hérics elnevezésű eltanösvényt november végén adták át. A túra útvonal különlegessége, hogy a kihelyezett táblák mellett QR kódot tartalmazó oszlopok is állnak, amelyek segítségével a szakemberek az útvonalon kívül számos információt osztanak meg a túrázókkal. Ezek használatához okostelefon és mobil internet elérés szükséges. Önkéntes lakossági adatfelvételeket végez a Központi Statisztikai Hivatal. Egyebek között munkaerőfelmérés, az utazási szokásokhoz, a háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz használatához, a jövedelmi és életkörülményekhez és a felnőtt képzéshez kapcsolódó felmérés szerepel az adatfelvételekben. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek, Statisztikai Elemző Központ Kft. Fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Lehetőség van telefonon keresztüli válaszadásra, továbbá kérik a válaszadókat, amelyik felvételnél van rá mód, a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. További információk a www.ksh.hu internetes oldalon olvashatók. Pénteken este változóan felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől beborul az ég. Eleinte csak kis, majd az éjszaka második felétől már nagy eséllyel alakulhat ki eső, zápor. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-10 fok között alakul.
Szombaton napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az eső a déli-délnyugati határvidékre szorul, átmenetileg nagyobb területen megszűnhet, majd késő délutántól ismét növekszik a csapadék esélye, késő estétől halmazállapotot válthat a csapadék. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7-13 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!